Az Euronews stábja abban a kairói kórházban járt, ahol a sérült rendőröket ápolják. A hadsereg ugyanis úgy látta, hogy a nemzetközi média nem számol be elég objektíven az egyiptomi eseményekről. Az újságírók pedig azt rótták fel, hogy a hatóságok nem is hagyják őket objektíven tájékoztatni, hiszen nem engedik be őket sehova. Így a biztonsági erők főnöke bevitte a stábokat a kórházba. Ezt a rendőrparancsnokot a tüntetők lőtték szemen. Erőszakos, fegyveres, kiképzett emberekkel álltunk szemben, akiknek eltökélt szándéka volt, hogy behatolnak a biztonsági központba és mindenkit megölnek, mondta az összecsapásokban megsérült rendőr. Sokaknak súlyos vagy válságos az állapota. Ezt a rendőrt több golyó is eltalálta. Két golyót találtunk a testében. Az egyik lövés a mellkasán érte, bevérzett a tüdeje, és zúzódások is vannak a mellén, mondta az orvos. Egyiptomban az elmúlt másfél hónap összecsapásaiban már több százan vesztették életüket, és több ezer ember sérült meg. Jelentős többségük a hadsereggel szemben tüntető muzulmán testvériség támogatója.